kigyulladt a Baliki görög kórház épülete Isztambulban csütörtökön. A helyszínről kimenekítették az embereket, nagyjából 80 beteget kellett átszállítani másik kórházba. A tűz egy idős gondozó részlegen ütött ki, és a tetőszerkezeten hamar szétterjedt. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Az intézmény több száz éves múltra tekint vissza, és nem is először gyulladt ki. 1790-ben egyszer már teljesen leégett. A Baliki egyike annak a három kórháznak, amit a törökországi görög kisebbség alapított a 18. században, és az épületében alakították ki az ország első szenvedélybetegekkel foglalkozó magánklinikáját.